Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit Münchenből. Ez a vlog most az autók imádóinak készült. Ellátogatunk most a BMW múzeumba, mely München egyik legfőbb látványossága is, valamint bemutatja nyilván a BMW gyár és cég fejlődését a kezdetektől egészen napjainkig, emellett pedig egy olyan kiállítással rendelkezik, mely körülbelül 120 autót mutat be, tehát tényleg abszolút lenyűgöző látvány lesz azok számára, akik tényleg imádják az autókat és főleg a BMW-t. Szóval úgy képzeljétek el, hogy sportkocsitól, versenyautótól, motorbiciklitől elkezdve tényleg rengeteg modell található itt, szóval menjünk is be és vágjunk is bele. 1973-ban épült meg egyébként ez a múzeum, és 2004 és 2008 között eléggé újjáépítették, renoválták és bővítették, szóval ezt fogjuk most megcsodálni. Bal oldalt láthatjuk a BMW főépületét, itt vannak az irodák, jobb oldalt pedig a BMW múzeumot, amit Karl Schwanzer bécsi professzor tervezett. Érdekes módon viccesen a helyiek salátás tányérnak is szokták becézni ezt az épületet, tehát tényleg kicsit hasonlít rá, vagy fehér üstnek is szokták hívni. Tényleg ilyen futurisztikus épület, az biztos. Ebből a szögből még inkább hasonlít egy hatalmas salátás tányérra. Egyébként 5000 négyzetméteres ez a múzeum, szóval tényleg hatalmas. Van itt egy bisztró is mellette, lehet frissítőket találni. Hát most 2023 májusa van, nincs éppen annyira hideg, de meleg sem, szóval annyira nem vágyok egy hideg italra jelenleg. Velünk szemben pedig a BMW világ, tehát a BMW Welt található, oda is el fogunk majd látogatni hamarosan, miután az autókat megcsodáltuk a BMW múzeumban. Ez 1929-es autó. Hihetetlenül hangzik, de az alapokban versenyeztek ezzel az autóval akkoriban. Hát ilyeneket tényleg csak filmben lehet látni manapság. Ez 1939-es Touring Coupé, 220 km/h sebességet is el tudta érni. Ez egy gyönyörű modell. Szerintem főleg ez a szürke szín, ami kiemeli ezt a fenségességét ennek az autónak. Látszik ezekkel a szíjakkal, tényleg azért mégis 1939-es megvalósítás. ös BMW 1934 és 36 között kezdték el gyártani. Itt a 150-et is meg tudta csípni. Kényelmes lehetett azért ez az ülés, nem szabad hozzájönni, majdnem megtapogattam, mint itt valami kamerás megfigyelő mindjárt rám szól. Itt tényleg olyan gyönyörűek ezek az autók, hogy alig bír magával az ember, hogy ne nyúljon hozzá.
Abszolút hihetetlen is. Hát lehetne több órás is ez a vlog, hogyha bemutatnám itt mindegyiket. Hát a csávó rendesen lecsekkolta a motorháztetőt, rendesen belenyúlt, tehát nem tudom, hogy hány millió euróba került egy ilyen kiállított modell. Ezek nem csak így makettek, hanem tényleg eredeti modellek, szóval nem szabad hozzányúlni. A srác meg csak így simán kifelnyitotta a motorháztetőt, hihetetlen volt. Na mindegy, egyébként tényleg mindenütt ki van írva, minden egyes autóra is, hogy bitte nicht berühren, please do not touch, ne érj hozzá, szóval elég furcsa volt, hogy ő nem vette észre, vagy lehet csak eljátszotta a hülyét, ez is megtörténhet. Neki is abszolút érdekes a műszerfala. Hát igen, itt egy igazi autószakértő, imádó, tehát egy teljes napot is eltölthet. 335-ös kabrió, 1940-ben, szóval a náci időkben kezdték el gyártani. Hát igen. Gyönyörű modell. Furcsa autó, a BMW Isetta, vagy buborék autónak is nevezik. Tényleg érdekes konstrukció. 1955-ben gyártottak ilyeneket. Habár régi mégis olyannak tűnik, mint hogyha valami űrjáró, kisebb ilyen űrhajó lenne. Furcsa alakja van. Talán ideig lehetett bőröndöket is rakni itt, lekötözve esetleg erre a rácsra. Ez is érdekes, hogy minden kiállított modellnek van rendszám táblája is, mint hogyha tényleg be lennének iktatva is. Bármikor ki lehetne menni velük a városba. Thank you.
Okay, Le Mans. Thank you.
Thank you.
BMW Welt a BMW Múzeummal szemben található, már kívülről is érdekes látvány, abszolút futurisztikus építészeti stílussal. Egy gyalogos híd vezet át a múzeumtól a kiállításhoz, a BMW Welt kiállításához, és itt is találhatunk pár autót, valamint ez a kiszállítási központja is a BMW-nek, szóval menjünk át és nézzük meg ezt is. BMW Welt épületén belül inkább új autókat, modern autókat találhatunk, ugyanis ezeket meg is lehet venni. Hát nincs kiírva konkrétan az ár, ezt nyilván érdekességképpen hozzátenném nektek, lehet, hogy érdekelne. Van egy QR kód, azt kell beszkennelni, nos hát én ezzel nem töltöm az időmet, szóval lehet, hogy neten, hogyha rákerestek, akkor megtaláljátok az árakat, hogy az itt kiállított autók, például az egy X6-os, hogyha jól látom. Tehát tényleg itt új, modern autók vannak, és ezeket lehet megnézni közelebbről. És belülről is abszolút modern minden. Voltam itt egyébként ezelőtt 11 évvel, akkor jártam legelőször Németországban, és akkor voltam BMW Múzeumban is. Most hát a BMW Weltbe ingyenes a belépő, viszont a BMW Múzeumban 10 eurót elkérnek. Ez Münchenhez képest nem is egy drága ár, ezt hozzá kell tennem, tehát... Igazából, hogyha elmegy az ember egy Oktoberfestre, vagy egy Frühlingsfestre, vagy valami ilyesmire, egy Hofbräuhausban, akkor ott egy ilyen nagy korsó, literes korsó sör már 12 euró, tehát tényleg, hogyha a sörárához is viszonyítjuk, akkor is olcsóbb. És nyilván elég sok elektromos autót is reklámoznak, ez az új trend környezetvédelmi szempontból, de hát nyilván lehet vitatkozni ezzel kapcsolatban. Sokan úgy gondolják, hogy a villamos energia előállítása is eléggé igénybe veszi a környezetet, tehát az is eléggé szennyezi a környezetet, szóval nem kellene annyira reklámozni ezeket, de hát nem vagyok szakértő ebben a témában, csak így felvetettem. Na, hát ilyen táblák vannak, és be lehet szkennelni a QR kódot. Viszont érdemes azt elolvasni esetleg, hogy mennyit fogyaszt. Ilyen információk is ki vannak itt írva.
Van több gyára is és irodája is a BMW-nek. Ez például az 1.1-es gyárnak a kettes kapuja. Ez a Werk 1.1 Tor 2. Ez volt tehát a vlog a BMW múzeumról. Remélem, hogy tetszett nektek, és hogyha ez így van, akkor kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha ezt még nem tettétek meg. Nagyon fontos megnyomni a csengő gombot, ugyanis biztos értesültök majd az új tartalmakról. Legyen szép napotok! Sziasztok!